ha hiszitek, ha nem, Kínából még varázserőt is lehet rendelni. Ebben a csomagban az van, itt hogy kibontom, de hát óvatosak kell legyünk, hogy nehogy hirtelen elszálljon a varázserő. Úgyhogy inkább mielőtt meglátnátok, hogy mi is ez a varázserő, azért inkább azt mondom, hogy bemutatom, hogy mire is vagyok képes ezzel, amit kivettem. És akkor be is mutatom, hogy mi is a varázslat lényege. Szóval itt van egy rongy, ez egy teljesen hagyományos, átlagos kis sejemrongy. Közelebb hozom, és reméljük a fókusz is mutatja. Ebben a rongyban semmi különleges, a karomon nincs ruha, semmi más egyéb, úgyhogy hirtelennyiben olyan nagy extra dolgokat nem tudom, mennyire vagytok képben, nem nagyon tudok csinálni ezzel a rongyal. Mindenek előtt pontosan azért, nehogy, nehogy azt higgyetek, hogy valami a kamerák mögött történik, váratlanul fogom ezt a videót feltölteni. Szóval ezt a kis rongyot én most belegyűröm, lehetőség szerint nagyon-nagyon erősen a tenyerembe, hogy utána ráfolyhassak és azt mondjam, hogy nincs sehol. Szóval gyakorlatilag ugye erre képes ez a kis csomag, amit most rendeltem. Ilyen és hasonló dolgokat is érdemes, és talán remélem, hogy első pillanatra rá se jöttetek, hogy hova tűnt. Szóval ilyet is érdemes rendelni. Köszönöm, hogy ma is velem voltatok, további szép napot, sziasztok! Vagy csináljuk meg visszafele is? Na jó, tegyük föl, hogy meg akarom visszafele is csinálni. Szóval, akkor ugye azt kell csinálnom, hogy a tenyeremből visszakerüljön a rongy, illetve a semmiből visszakerüljön a rongy a tenyeremből. Most ez egy kicsit nehezebb mutatvány, mert ugyebár jelenleg eltüntettem, és én sem tudom pontosan, hogy van. Na de azért próbáljuk meg úgy, hogy mi lenne akkor, hogyha azt mondanám, hogy jó, mégiscsak benne van, próbáljuk meg kihúzni, mert azért úgy beledugtam valahova a tenyerembe, és hoppá, látjátok, itt is van, szóval nem is olyan bonyolult ez a mutatvány, sem oda, sem vissza. Köszönöm, hogy velem voltatok, sziasztok!